Ahogy arról már a múlt heti műsorunkban beszámoltunk, a Plac Galériában látható a jubiláló Helios Fotóklub fénykép kiállítása. Itt láthatók az alapítók képei is, akik 1959-ben a komáromi hajógyárban döntöttek úgy, hogy fotóklubot alapítanak. A Helios jelenlegi vezetője büszke a nagyelődök munkásságára. Szerinte a képeik megelőzték korukat. Az akkori klubtagok persze természetesen analóg módszerben dolgoztak, tehát hívták a filmet, nagyították a képeket, és abban az időben inkább a komáromi hajógyárat fotózták, de olyan szinten, ami nem a mindennapi meglátás, hanem művészi szinten fotózták a hajógyárban történt munkákat, hajókat. Nagyon sok fotónk van az archívban, amit vissza tudunk nézni, és nagyon minőségi fotókat készítettek. Akkor nehéz körülmények közt alkottak a szervezet tagjai, s a kommunista cenzúra is nehezítette tevékenységüket. Én is abban a korban vagyok, hogy módom volt még az alapítókkal találkozni. Igaz, ők már akkor aktívan nem vettek részt többen a fotóklub életéből, de még voltak akár a Ladislav Eliás, Jan Lutring, és ezek még mindig dolgoztak, és tulajdonképpen az elbeszéléseikből kitűnt, hogy bizony egy kiállításnál voltak problémák, mert cenzúrázták a képeket nekik, és bizony sokszor ütköztek, tehát a vezetőséggel, illetve hát az akkori pártszervekkel, hisz olyan képeket is szerettek volna, főleg a szociófotók területén ott voltak ütközések. A Helios Fotóklubban jelenleg 25 aktív tag dolgozik. Számos hazai és nemzetközi versenyen szerepelnek nagy sikerrel. S városunkban is gyakran mutatják be legújabb alkotásaikat, az Icsi Palotabéli kiállító teremben, vagy akár a szabad ég alatt is. Az aktív tagok közül, tehát van, aki tájképfotós, portréfotós, akad néhány aktkép is, és experimentálnak is nagyon sokan, tehát ahogy fejlődik a fotónak a művészi oldala, tehát a klubtagok úgy fejlődnek vele együtt, többször változtatnak témát, többször másfelé kalandoznak el, ami a témakört illeti. Az elmúlt hétvégén hirdették ki a Petszval Józsefről elnevezett országos körverseny idei eredményeit. Stropkóban derült ki, hogy a Helios Fotóklub egymás után hetedszer is Szlovákia legjobb fotóklubja. Varga Tibor, 40 éve a szervezet aktív tagja. Szerinte a siker titka az odafigyelés. Abból ered ez az egész, hogy minden évben úgy készülünk, mintha először indulnánk neki, mintha először akarnánk megnyerni. Komolyan vesszük elejétől fogva a végéig, tehát maga a fotózásnál, fotók válogatásánál és elküldésén. Amiben sokat fejlődtünk, maga a csapatépítés, maga emberi viszonyok azért talán most jobbak, mint annó. Egy egész jó kis csapatot alkotunk. Bizony jó kis csoport a Helios Fotóklub, amely tagjai nem csak a fotográfiai tevékenységükben segítik egymást. Azon kívül, hogy a fotóklubba a klub tevékenységet végezzük, azon kívül főleg számunkra ez a barátságról szól, a közös élményekről, a kapcsolatokról. Ebbe a klubba több éves barátságok szövődtek, nagyon szeretünk együtt lenni, és lényegében minden közös program, minden közös élmény, közös kiállítás, minden klub az számunkra egy öröm, egy ünnep, amit együtt tudunk tölteni, és együtt tudunk megélni. Fantasztikus baráti közösség, alkotó művészek, jó hangulat, jó akciók, kiváló fotók. A Helios Fotóklub tagságának sok terve van még. Naponta készítenek szebbnél szebb képeket, dokumentálják a kort, amelyben élnek, s teszik ez sokak örömére. S persze, szeretettel látják maguk közt a fiatal fotósokat is.